Tisztelt megemlékezők! Nagyon becsüljétek meg azokat, akik szeretnek benneteket, akik jó szívvel vannak irántatok. Ne bántsátok, ne szidalmazzátok őket, ne váljatok el tőlük haraggal, mert nem tudhatjátok, nem az lesz az utolsó cselekedetek letartóztatásotok előtt, és úgyis maradtok meg az ő emlékezetükben. Alekszandr Szolzsenyicin Nobel-díjas orosz író soraihoz nem igen lehet mit hozzáfűzni, hiszen nála hitelesebben, aki a gulág kényszermunkatáborok borzalmait ismertette meg a világgal, senki sem tudja leírni ezeket az időket. Az időket, amikor a ház előtt megálló fekete autó a rettegés szimbólumává vált nemzedékek számára. Amikor minden indoklás nélkül tömegeket tartóztattak le, hurcoltak el, kínoztak meg. Azok az idők Magyarországot sem kerülték el, a kommunista önkénynek több mint 800.000 honfitársunk esett áldozatul. Méltatlan lenne számháborúba bocsátkoznunk, de biztosan tudjuk, a 800.000 megtiportnál több áldozatról kell beszélnünk, mert a bebörtözöttek, a kényszermunkára hurcoltak családtagjai is mind-mind áldozatok. Az aggódó szülők, a magukra hagyott házastársak, a szülők nélkül felnövő gyermekek. Mindannyiukra, azaz a kommunizmus áldozataira emlékszünk február 25-én. E napon 1947-ben tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát, a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul, majd ezt követően a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. Mártíromsága jelképe lett valamennyi érintett sorsának, akiket ártatlanul vádoltak meg, a legcsekélyebb ellenszegülésük, illetve politikai, vallási hovatartozásuk miatt lehetetlenítették el. Az áldozatok különös tragédiája, hogy a rendszerváltásig beszélni sem szabadott erről a méltánytalanságról. Sőt, ők maguk még a családjuk körében sem idézhették fel a velük történt borzalmakat. Olykor a megbélyegezettség lett az osztályrészük. Február 25 a közös megemlékezés része. Ekkor a hazai iskolákban rendhagyó történelemórákat szentelnek e rettenetes időszaknak. Hisszük, hogy a gyermekeink megismerik az országunk történelmét, ha van módjuk hallani e személyes tragédiákról, akkor levonják a megfelelő tanulságokat, és ilyen és ehhez hasonló soha többet nem történhet meg.